Köszöntöm nézőinket, a Labzátát látják. Benne kollégáink, Puzsér Róbert újságíró és Perje Zoltán, a Lánci Rádió munkatársa. Jó estét nektek is. Jó estét, jó estét. Kezdjük a mai estét a tegnappal. Tegnap okozott nagy felfordulás Budapesten az a nagy bomba, amelyik végül döglöttnek bizonyult. Nézzük meg, hogy mit mondott ma nekünk Balogh Zoltán, biztonságpolitikai szakértő. Döbbenetesnek tartom azt, hogy a bomba első megtalálása és megvizsgálása során egy átvilágítás nem történt. Az nyilvánvalóan kimutatta volna azt, hogy üres a bombatest, és nem bombával, hanem egy bombaköppennyel állunk szemben. Milliárdokba került ez a ballépés. Balogh Zoltán szakértő, de vannak más szakértők is. Tudom, Zoli, hogy te is felhívtál valakit a műsorban. Én is felhívtam a tűzszerész ismerősömet, és azért annyi kiderül, szerintem ebből a három véleményből, hogy mindenki ért hozzá, és mindenki kicsit másképp látja a dolgot. Az enyém például azt mondta, hogy ő megröngenezte volna, aztán utóbb hallottam, hogy megröngenezték, csak vastag volt a köpenye a bombának, ezért nem látták pontosan a amúgy is színhelytelen képen, hogy egyébként akkor ez hogy lehet belül. És van még az ultrahangos eljárás, de olyan gépet az én tűzszerész ismerősöm nem tudott Magyarországon. Lehet, rá is lehetne ülni és kotlani rajta, tehát tényleg. Szerintem itt egyértelmű szabály. Mondjuk kéne ilyen gép szerintem, azért ezt szögezzük már. Igen, erőteljesen. Egy kitelepítés árából kéne egy ilyen nagy gép. Na most a következő, a szabályok egyértelműen fogalmaznak, a szabályokat mindenki betartotta, úgyhogy szerintem itt nincs mi vitatkozni. Tehát ilyen esetben így kell eljárni. Így fogalmaznak. Jó, a szabályok. De ha lenne egy gépünk, amelyik a röntgen élesebb szemű, és akkor nem kéne ekkora evakuálást végrehajtani, az jobb lenne? Persze, a varázsszerúzán álmodoztam egész gyerekkoromban, hogy milyen de jó lenne. De ez is pénzbe került, Zoli. A varázsszerúza? Nem, a kitelepítés. Hát megcsapantak a Vöröskereszt készletei. Robi, te jössz. Jó, te értesz annyira a szakmádhoz, hogy az életedet fölmert tenni rá? Mert egy tűzszerész az igen. Tehát tűzszerész az úgy ért a szakmájához, hogy az életét rárakja, és bármelyik nap rárakja. Én csak azt mondtam, hogy nyilván meg lehetne vizsgálni a legkorszerűbb eszközökkel is. A magyar újságíró szakma az hagyományosan tudjuk, hogy mindenhez ért, de azért azt mondom, hogy ne írjunk tűzszerészeti kézikönyvet. Tehát, azért mondtam, hogy telefonálgattunk. Igen, tehát egy biztonsági szakértővel beszéltünk, nem egy tűzszerészsel, hogyha jól vettem ki. Én tűzszerészsel beszéltem például. Tehát most én azt mondom, hogy ha sokba kerül, de csak 1% esélye van annak, hogyha felnyitják a bombát, és megvizsgálják, és kiderül az, hogy mondjuk éles, hát és fel is robban, csak 1% esélye van, akkor inkább biztosítsák túl. Tehát ezért szólnak így a szabályok. Igen, egyébként. És azt mondom, hogy egy ekkora bomba esetében most felhánytorgatni azt, hogy túl biztosították, biztosítsák nem, túl. Nem ezt tehát legutóbb még abból én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy legyen meg pontosan azért, mert drága az életünk, legyen meg a legjobb felszerelésünk hozzá. Nem olyan nagy ország, nincs gyakran ilyen bomba, de néha van, úgy tűnik. Legyen egy olyan gépünk legalább, amelyiket oda tudjuk cipelni, és az meg tudja nézni tényleg, mert más országnak van, nekünk is legyen. Én csak ezt akarom. Ezt én is felvetettem az egyik szakértőnek a műsorban, ő azt mondta, hogy ezt a bombát nem lehetett volna egyébként a jelenlegi ismeretei szerinti eszközökkel átvilágítani, de teljesen egyetértek a Robinak a véleményével, tehát valószínűleg itt nem lesz köztünk vita. Hát az augusztus 20-ai viharból úgy tűnik, hogy tanultak, tehát most így megtettek minden biztonsági előírást, és szerintem ez így van rendjén, és ne kockáztassanak. Egyetem. A pénz versus élet, hogyha ez egy mérleg, akkor nem kell mondanom, hogy 300 méter sugarú körről beszélünk, ahol elpusztult volna minden, hogyha a bomba fölrobban. Most ki az, aki rizikó? Most, hogyha, nem, most, senki, hogyha... csak azt is írjátok alá, legyetek olyan kedvesek, hogy legyen nekünk jó robotunk, legyen jó ultrahangos masinánk, jó röntgenünk, mobil röntgen, ami a rendőrségnek van, úgy látszik katonáik is kivitték oda, csak nem lehetett olyan jól használni. El vagyunk maradva egyébként ilyen eszközben, ezt az én szakértőm a rádió műsorban elmondta. Az evakuálás nem mindent old meg, sőt. Jó, hát feltételezhetjük, hogyha lett volna olyan eszköz akkor. Egyébként nem régiben Berlinben történt egy hasonló, a brandenburgi kapunál egy szállodaépítést, a németek egy az egyben ugyanazt csinálták, mint mi. Tehát jó, tehát senki nem akarja a biztonságot beáldozni, csak mindenki azt szeretné, Robi, érts már egyet, mindenki azt szeretné, hogy a lehető legkorszerűbb technikát használjuk, mert ez fontos dolog. Hát ha tudunk arról, biztosak vagyunk abban, hogy létezik az a technológia, amivel ezt a bombát diagnosztizálni lehetett volna? Ezt viszont többen mondták, persze. Hát
akkor ha nem áll rendelkezésünkre ez a technológia, akkor majd szerezzék be, legyenek szívesek. De ez véletlenül sem menjen a nyugdíjaknak a rovására, meg a reálbérek is maradjanak, meg minden másra is jusson pénz azért, ezt fenntartjuk, ugye? És emellett a legkorszerűbb technológiát is kérjük. De már csak azért is, mert ami most történt, szögezzük le, ez is pénzbe került. Ezt is mindannyian fizettük. Egyébként a dolognak még egy érdekessége van, de ez valamikor réges-régen zajlott. Amikor a második világháború után ebből a bombából kiszedték a belsejét, majd magát a bombát szépen körbe betolták. Vicces megoldás. Sehol semmilyen dokumentum nem szerepelt erről. Tehát eleink is hibáztak egyébként. Hát valószínűleg a dologban. Sőt, a robbanóanyag kellett abból, úgyhogy inkább ez... A magyar géniusz az átöröklődik, amint látjuk. Jó, de annak örülünk, hogy sem akkor sem most nem robbant föl senki. Jó, menjünk tovább. Veles János pénzügyminiszter viszont kis hiány fölrobbant, amikor kollégánk emlékeztette egy megállapodásra, amelyről neki nincs tudomása. Nézzük meg, hogy ez a párbeszéd Pindrok Ferenccel hogy zajlott. Én nem ismerek ilyen megállapodást, amiről ön most kérdezett. Szerintem más megállapodás van a szakszervezetekkel, de most megint egy feltételezéssel ért a kérdésében, és miután az ön feltételezésre nekem nincs ismeretem, ezért nem is kívánom kommentálni az ön feltételezését. Tehát nem létezik olyan megállapodás, hogy 2009-re 4%-os bérfejlesztést... Én nem ismerek olyan megállapodást, amiről ön most a kérdésében utalt. Lehet, hogy létezik, lehet, hogy valakivel létezik. Én nem ismerek olyan megállapodást, amire utalt, hiszen Magyarországon a szakszervezetekkel általános 4%-os bérmegállapodás 2009-re bizonyosan nincs. Az érdekes az, hogy 9 óra, este 94 perc tájban kezdtem el készülni a labzártára, ugye, hogy ti is jöttök, és azért legyek azért kicsit informált néhány kérdésben, és 7 perc alatt megtaláltam a megállapodást az interneten. Tényleg létezik, tehát nem tudom, Veres János mennyire magányosabban a minisztériumban, de hát... Nyilván itt most nem ezen kell elgondolkodnunk, az első szempont... De csak Veres János a Hír TV újságírójával beszélgetett, hogy én is uraim, ez mindenképpen szokott. Fejlődésnek tekinthető, tehát nem... Csak röviden szokott. Tettleg bántalmazta, tehát ez már mindenképpen jó. Fejlődés. A hetes pontja ennek a december 4-én 2007 december 4-én aláírt megállapodásnak, amely a kormányzati részről Csizmár Gábor és kigolvashatatlan nevű szakszervezeti aláírást is tartalmaz. Hetes pont így szól. A kormányzat és a szakszervezeti oldal megerősíti a sztrájk megállapodásban foglaltakat, miszerint A. 2009. január 1-től kerüljön sor a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, valamint az illetményalap legalább 4%-os növelésére. A többit nem olvasom föl. Tehát magyarán megvan a megállapodás, de ha erről nem tud a miniszter, és így kezdik el tervezni a költségvetést, hát az súlyos. Nem? Miről beszélsz? Hát, szerinted nem tud róla a miniszter? Nekem egy bizonyos Roland Reagan jutott az eszembe, amikor bizonyos fegyverekről faggatták, amit a kontráknak adott volna el. És a válaszok. Nem emlékszem. Nem emlékszem. De nem ő emlékszem. Színész volt. Nem én most úgy ítélem meg, Veres János tényleg ugrik nem tudja, hogy van egy ilyen megállapodás. Szerinted, hát, Robi? Egyrészt a kormánynak a megállapodásai költségvetési kérdésekben azok már nem érvényesek, mert a kormánynak ma már nincsen többsége a parlamentben. Tehát a kormány akármit írt alá a múltban, amikor még többsége volt a parlamentben, arra vonatkozóan. De ezt nem értem, hogy, Robi. Hogy nem érted? Hát ki fog dönteni? Van a kormányzatnak többsége, amivel ezt az aláírt papírt, hogy ők 4%-kal fogják 2009-ben felemelni a közalkalmazotti béreket, ezt érvényesítse? Hát ehhez nekik parlamenti többség kéne. Erről a kérdésről a kormány nem dönthet. Erről a kérdésről az SZDSZ dönthet. De együtt voltak, amikor ezt a kérdést tisztáztak. De most már ennek nincsen ilyen értelemben jelentőség. Van egy csomó szemben, a kormány már elnézést, kormány ma már, még hogyha akarja és be akarja tartani ezt, amit fogadott, nem tudja, nem áll módjában betartani. Tehát Veres betartaná, csak mivel én ezt nem mondom, hát úgy tűnik, hogy ő erre nem emlékszik, de hát most két évvel ezelőtt 10 millió ember voltak át. Most ehhez képest egy másik embert, akivel aláírtak valami egyezni, hányan írták alá? Hát figyelj, ott volt az egész munkáltatói és szakszervezeti oldala az országos közszolgálati érdekegyezhetőt a tanács. 30 ember? Hát annyi. Hát, ami két éve ment 10 millióval, az most 30-al, és akkor most csodálkozunk? De egyébként nem kell aggódni, mert meg fogják adni a 4%-ot. Tehát 2009-ben már elég közel lesz a választás ahhoz, hogy megadják, és már látom is szinte, hogy mi lesz a magyar népmese, ami majd kirajzolódik. Lesz a gonosz pénzügyminiszter, Veres, aki hát nem akarja, mert hát a költségvetési fegyelem, és lesz a jóságos miniszterelnök, a Fletó, aki meg fogja adni, igen. Teljesen beleélitek magatokat, szerintem a legfontosabb kérdés ebben a témakörben az, hogy Veres
az vajon tudta ezt, avagy nem tudta. Én vitatkoznék veled, mert szerintem igenis tudnia kellett a dologról. Tehát nem létezik, hogy nem tud róla. De hogy tudnia ha csak nem az elmúlt volna, időszakot különböző homokos tengerpartokon töltötte hiányos öltözékű bártáncos nők társaságában. Tehát az egyébként felmentést mutatna ez alól. Hát illett volna. Most miért? Most csodálkozunk azon, hogyha hazudnak? Nem. Csodálkozunk azon, hogyha nem értenek hozzá, és nem is emlékeznek, hogy fél éve mit írtak alá? Megszoktuk volna, beletörődünk? De most miért feltételezed inkább, hogy hazudik, mint hogy nem ért hozzá? Bármelyik lehetséges. Lehet, hogy én vagyok egy ilyen rossz indulatú csóka, de én inkább ezt feltételezem, hogy neki erről tudnia kellett. És amikor azt mondja, hogy kérem szépen, miről is van itt szó, akkor tulajdonképpen terel, és azért terel, mert hirtelennyében a kérdésre nem tud mást válaszolni. De miért, hogy aláírták, 2009-ben kell majd megadni, vagy nem megadni, többségük sincsen hozzá, most miért tagadja le, hogy 2009-ben? Egyébként egyetértek abban veled, hogy az utolsó pillanatban úgyis meg fogják adni. Egy csöndes érdekes megfigyelés, tehát abban a 7 percben, amíg kerestem az interneten ezt a megállapodást is megtaláltam, addig azért volt néhány olyan találat, amelyet meg kellett néznem, és rá kellett tűnöm, hogy ez nem az. Csizmár Gábor évről évre megállapodik ilyesmikről. Tehát volt 2005-ös, 6-os, és ez a 7-es. Tehát elvileg, mivel ez egy rendszeres dolga neki, hát ez azt erősíti, hogy Veres Jánosékhoz, tehát el kellett volna jutni, le kellett volna esni a tantusznak, hogy ez évről évre van, Csizmár megszokott állapodni, tehát biztos idénre is van, jövőre is van. Tehát, kedves Watson, mi a végső következtetése? Lehet, hogy jó színész Veres János. Hát nem tudom. Nem tudom. Nézzük meg még egyszer, aztán próbáljuk pókerjátékos szemben elemezni a hazugság testbeszéd különböző. Megvan a megállapodás, szerintetek úgy is megadják, csak Veres János egyelőre úgy tesz, mint aki nem tudja, hogy van. Nem tudja, vagy meglepte a kérdés, és akkor ő nem emlékezett erre, hogy ez volt, vagy hogy volt. Akkor különben azt kell mondani. De nincs, tehát az se hírértékű, ha hazudik, az se hírértékű, ha fogalma sincsen arról, hogy miről állapodtak. Jó, megyünk tovább, értem, mindent értek. Nem akarom felbosszantani a két kollégát, ki fog akkor beszélni. Jöjjön a harmadik ügyünk, ezt egy táblán mutatjuk meg. Ezt ennek egy gyülekezési jog, mondhatnám. Döntelmi jogára hivatkozva vonta vissza a rendőrség Budai Gyula 40 ezer forintos pénzbírságát, pedig a Magos szövetségi igazgatója nem is országgyűlési képviselő. A politikust azért akarták megbüntetni, mert a rendőrség szerint visszaélt a gyülekezési joggal, amikor nem jelentette be 3 nappal korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő előtt tartott júniusi sajtótájékoztatóját. Tehát ez ugye az bonyolult, először megbüntették azért, mert úgy tűnt, mint a tüntetne, aztán ezt visszavonják a pénzbüntetést, mert úgy tűnik, mint a parlamenti képviselő volna, és holnap valószínűleg vissza kell vonni a visszavonást, mert hát ez mondjuk 50 másodperc alatt derül ki, hogy nem parlamenti képviselő, csak azt nem értem, hogy hát végül is egy rendőrségi határozat kiadása az jó sok leírt betűt igényel, meg több percig is eltarthat, hogy miért nem fér bele egy ilyen ellenőrzés, hogy tényleg az-e, hogy sokat látjuk a tévében, meg igazgató, attól még lehet, hogy nem képviselő. Na vajon miért? De amikor eddig a kérdésig eljutottam, mert szerintem ez a legfontosabb az egészben, amit te most föltettél, akkor egy kicsit tovább léptem, és próbáltam ezt a miértet megválaszolni. Valaki fölvette a telefont, és azt mondta, hogy gyerekek, itt most ezt is ezt kéne tenni, nem? Ez tűnik valószínű? De mi, hogy vonjátok vissza? Vigyázz meg, képviselő? Ezt mondta valaki a telefonban, de... Egyébként... Ha valaki megvédi... Tehát egyébként gondolkodunk, hogy hogyan működik egy rendőrségi eljárás ugyanúgy. Ami már eleve, ahogy elindult, már az érdekes volt, mert Budai úr ugye egy sajtótájékoztatót hívott össze. Ezt be nem jelentett tüntetésként kezelni, az meglehetősen érdekes és furcsa dolog. Tehát ez az első szempont. A második szempont, ami izgalmas, egyértelmű, ez a nem létező mentelmi jog, hiszen az említett úr az nem parlamenti képviselő, tehát mint olyat nem illeti meg a mentelmi jog. Ezt egyébként, ha normális munka folyik, az első lapon ellenőrzi. Jó, de kapkodnak, vagy ez valami tendenciózusság? Szerintem ezt kéne eldönteni. Szerintem itt jogalkalmazási tévedésről van szó, két túlbozgó rendőrről. A rendőrség az folyamatos tévedéseket, hibákat és bűnöket követel ebben az országban, és ez a legbagatelebb eset mindegyik közül. Tehát, hogyha a rendőr ezzel kapcsolatban erre hivatkozunk, engem megmondjam, hogy mi idegesít elsősorban? Hát, Szijjártó, csak nem minket rögtön, sorolj fel. Nagy a kísértés. Szijjártó rögtön összehívott egy újabb sajtótájékoztatót,
meg a Fidesz.hu-n közlemény is megjelent. Ez poén, nem? Hogy ez a, na, hogy akkor ott járnánk egy ülni. Hát ez poén. Hogy ez a demokrácia és a jogállamiság színe, ami történt, hogy 40 ezer forintot ki kell fizetni. És ezt, de nem a pénz itt a lényeg. Ezt egy parlamenti képviselő, aki a, egyrészt egy nagyhatalmú ember, félmilliós fizetéssel, meg költségtérítés címén kilopott milliókkal a mi zsebünkből, meg kordonbontással. Nem tudom, hogy mi történik, hogyha én bontom le a kordont. Na, engem biztos, hogy bilincsben elvisznek. Azért, de Orbán Viktor bontja le a kordont, valami egészen más a helyzet. Mi van akkor, hogyha én csalok adót? Ha én csalok adót, az biztos, hogy érám lecsap az APEC. De a költségtérítéssel kapcsolatban mi fölhívtuk az APEC-et, megkérdeztük, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, és mondta az APEC, hogy neki nincsen véleménye ezzel kapcsolatban, mert ez teljesen jogos. És kérdeztük, hogy és szerintük ez így helyes-e, erkölcsös-e, és egybe, hogy mondjam, egybevág-e a magyar, hogy mondjam, joggal, meg a magyar jogalkalmazással, és azt mondta, hogy neki erről nem lehet, hivatalból nem lehet véleménye. Hát igen, hát így működik ez az ország. És nekem az a problémám, hogy a Fidesz az következetesen, amikor ilyen nyilatkozatokat tesz, hogy itt a demokráciát meg a jogállamiságot lábbal tiporják, egy ilyen polgárjogi harcosnak adja elő magát, mint mondjuk Nelson Mandela, vagy Desmond Tutu, vagy Martin Luther King, Kiva, vagy Gandhi, és kiállnak, és arról beszélnek, hogy itt ebben az országban lábbal tiporják a demokráciát, amikor 40 ezer forintról van szó, Szijjártó, akinek az öltönye a 150 ezer forint legalább, a cipője is többet kerül, mint 40 ezer. Az a vízipók, csodapók volt a kedvenced, az tuti, tehát ott a légbuborékokból épülő várnak az esetén. Rakod most éppen össze. Várjál, én elhiszem, hogy abszurd ez az eset, hogy abszurd ez az ügy. Amit ebben az országban a rendőrség előadott, például amikor Móri Mészárlás címén egy ártatlan embert elítéltek, például amikor Hevesben cigányokat vertek össze. Ezek azok az ügyek, amikre azt lehet mondani, hogy a rendőrség, amit előad, az a jogállamiságnak a lábbal tiprása. Egy demokráciában igazság szerint tök mindegy, hogy milyen területen tiporják a jogot. Mindegyikért valakinek föl kéne emelni a hangját. Nem is kell kifizetni a 40 ezer forintot. Egyébként én azt csináltam volna ebben az esetben, hogy Budai úr helyében írtam volna egy levelet a rendőrségnek. Tisztelt rendőrség, ezúttal lemondok a mentelmi jogomról. Mert én egyébként a magam részéről, ha már egyébként teljesen egyetétek, Szilveszter, ez valahol egy humoros történet, akkor én is a humoros oldaláról ragadnám meg. Tehát ilyen szempontból még egyet is értek, hogy lehetett volna másként reagálni, de maga a kitétel, mi szerint itt a jogállamiság megsérült, hogy a demokrácia megsérült, avval azért egyet lehet érteni. A Szijjártó szerinted viccelt? Neked úgy tűnt, mintha viccelt volna? Nem, a Szijjártó nem egy humoros típus, ez kétségtelen. Minden alkalom jó alkalom, hogy a demokrácia lábbal tiprásáról beszéljünk, hogyha ebben az országban, hogyha a rendőrség normálisan működne, akkor a parlamenti képviselőknek a kétharmada börtönben ülne. Ez a probléma a rendőrséggel ebben az országban. Lehet, nem ez a 40 ezer forint. De lehet, okay, hogy csak 55,5%-a. Egyébként egy kicsit... Ezt röhögés nélkül meg tudod ismételni ezt, amit most mondtál? Robi, azt mondtam neked, hogy lehet, hogy csak 55,5%-a lenne. Én csak azt szeretném leszögezni, hogy ugyebár szerintem ez nem egy összegről szóló vita. Itt most, ha téged a korábbi Echo TV-s műsorod készítése kapcsán, amikor embereket interjúvaltatok meg az utcán, valaki, öt rendőr körbevesz és feljelent téged be nem jelentett tüntetés kapcsán, és megbüntet egy forintot vagy kettőre, nagyon kikérted volna magadnak, és igazad lett volna. Megtámadom a végzést bíróságon, mint ahogy itt is meg fogják támadni, és itt is meg fogják támadni. Budai tőlünk tudta meg, hogy visszavonták a 40 ezer forintos büntetését, tehát tőlünk tudta meg, itt még lépni nem tudott az ügyben. Egyébként én a humor csak arra értettem, hogy erre hogyan kell reagálni. Egyébként maga az eset egyáltalán nem humoros. Oda jön öt rendőr is közé veled, hogy azért, amit te évek óta művelsz itt, meg minden párt művel, hiszen mindenki az utcán tájékoztatja ilyenkor nyári időben, meg az adott helyszín color lokálja miatt a sajtót, hogy ez büntetés. De két halálos. Ezen viszont érdemes elgondolkozni, hogy mi járt a rendőr fejében, amikor ez összeállt neki a fejében, hogy itt tüntetésről van szó. Kihívta őt a hivatal. Érted? Tehát érdemes elgondolkodni azért egy pillanatra, mert itt már a demokrácia védelméről beszélhetünk, hogyha egy közszereplő sajtótájékoztatót tart, és valakinek az merül fel a fejében, rendőr létére, hogy itt egy be nem jelentett tüntetés bonyolítani. Arról van szó, hogy vékaszám lopják ki a nép pénzét költségtérítésre hivatkozva.
És 40 ezer forintra megbüntetik őket egy nevetséges ügy kapcsán. Nem gondoltam, két bunkó, hogy populista vagy. Két bunkó hadnagy. De mi? Ebben hogy a kérdéskörben ez szinte populizmus. Közvagyon. Na az úgy már oké. Mert van egy nyelvi kód, és akkor bizonyos kifejezés. Jó, csak a népre hivatkozni tudod néha furcsa. Két bunkó hadnagyról van szó, akik jó pontokat akartak szerezni az alezredes úrnál, és ezért aztán csináltak egy ilyen ügyet. Milliószor és milliárdszor megsértik a jogot, téged is nyilvánvalóan már, te is korrumpáltál már rendőrt, mert ebben az országban biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, aki... Te még soha. De téged próbáltak már megvesztegetésre felbújtani? Vagy felhívni? Tehát szerencsére nem olyan körökben mozog, és nem az a szakmám. Nem vezetsz autót például? Hát ezek olyan körök, tudod? Az autóvezetők köre. Mondjuk megállítanak, és nincsen, mondjuk megállítanak, és nem még a tompított fényszóród. És nem fordult még elő olyan, hogy felvetették, hogy ezt el lehetne másképp is intézni, de hogyha gondolod, akkor 100 000 forintra megbüntetnek. Figyelj, úgyis jó. Én olyat ugye nem akarok mondani, hogy ilyen nem fordul elő, speciál velem nem fordult elő, meg is kukulok egyébként ebben a helyzetben, tehát én nem tudok kérlelni. Hivatkozz el előbb időszakra, és akkor már nem mondtam. Csak azt szeretném mondani, hogy minden nap előfordul. Tehát erre mondjuk azt, hogy a demokrácia lábbal kitása. Mert elfogynak a szavak, elkopnak a szavak. Na jó, de azért ne lovaljuk bele magunkat bizonyos irány, egyik irányba se. Buda egy olasz megbüntetni, igazságos kérdés volt, vagy ítélet volt, vagy nem. És visszavonni. A műsorvezető a szavak. Az is egy hülyeség. Erről beszélek. Hülyeségek sorozatát követik. Igen, de most abból kiindulni, hogy akkor most a rendőrség ilyen meg olyan, mint ahol a Robi jelzőket használt, az ja, szerintem az túl. Szilveszter, melyik a demokrácia nagyobb lábbal tiprása? Csak ezt mondd meg. Az, hogy megbüntették, vagy az, hogy visszavonták a büntetést? Az, hogy megbüntették. És az, hogy visszavonták, az is nevetséges. Ugye tiprás a demokrácia. Nem, 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 nem,